Február 24-e óta Oroszország és Ukrajna fegyveres konfliktusa menekült áradatot indított el, már a több mint két millióan hagyták el keleti szomszédunkat. Hévízen is egyre többen jelennek meg és kérnek segítséget, az önkormányzat mint egy száz itt tartózkodó menekültről tud. Ezért most egy felhatalmazást kaptam a képviselőtestülettől egy hogy amennyiben szükséges hozzányúlni ehhez a kerethez, és kifejezetten a háborúval kapcsolatosan, a menekültekkel kapcsolatosan valamiféle költség jelentkezik, akkor ebből lehessen finanszírozni. A jelenleg Hívizen lévők között vannak Kárpátaljai magyarok, kettős állampolgárok és ukránok is, akik főként ismerősöknél szálltak meg. A város azt kéri, aki tud, segítségre szoruló menekültről jelezze, hogy az önkormányzat szükség esetén gondoskodhasson róluk az adományokat a hivatalban is gyűjtik, a GAMESZ közreműködésével pedig étkezést biztosítanak az ideérkezőknek, akiknek a tájékozódásban gáltánya segítségével hasznos információkat tartalmazó szórólapokat is készítettek. Az, hogy ki mennyi ideig fog itt maradni, nem tudjuk megmondani. Van, aki átutazóban van, látjuk azt, hogy vannak olyan személyek, akik véletlenül hosszabb távon fognak itt maradni, nem tudjuk azt, hogy hányan fognak még érkezni, hiszen most kimegyünk az autópályára, mondjuk az M7-es autópályára, akkor háromból két autó ukrán rendszámmal jön Magyarországon keresztül, véletlen Olaszországba, illetve nyugatabbi országokba utaznak, de lehet, hogy Magyarországon is átmenetileg megszállnak két-három napig, tehát kiszámíthatatlan Isten igazából. A testület döntött arról is, hogy a kultúrbarangolás Hévizen című pályázat részeként Túri Török Tibor keszthelyi szobrászművészt bízza meg az Rényi utca végétől az Árpádkori templomhoz felvezető Kálvária megalkotásával. A 14 stáció várhatóan május végére készül el.